Az egyre súlyosabb agresszió veti fel, a növekvő agresszió veti fel a legsúlyosabb kérdéseket az iskolában. Ez derül ki az Oktatási Jogok Biztosának felméréséből. Ári Tamás Lajos a Szemközt vendége. Jó reggelt kívánok! Kérdezőtársaim pedig Szalai Csaba, a Magyar Hilla főmunkatársa, és Veres Jenő, a Népszava főmunkatársa. Jó reggelt kívánok nektek is! Ezek szerint a felmérés eredménye alátámasztja azt a képet, amelyet ugye a média közvetít felénk, hiszen a nézők is egyre gyakrabban láthatják a híradásokban, hogy egyre több agresszió történik az iskolákban. Tehát nem arról van szó, hogy valójában nem változott a helyzet mondjuk az elmúlt 10 évben, csak kevesebbet láttunk belőle, hanem valóban egyre gyakoribb az erőszak, az agresszió az iskolákban. Picit bonyolultabb talán a képlet, mert hogy a médiából származó kép az egy kicsit más mutat, mint az általunk megkérdezett diákok és tanárok által elmondottan. 2008. márciusában talán a nézők emlékeznek, egy mobilfelvétel járta be a magyar sajtot, ahol egy fiatal diák egy ilyen sárga gázcsővel a tanárát akarja bántani. Látni kell, hogy ebben az időszakban a szociális népszavazás miatt nagyon sokat beszéltünk az oktatásról. Gimnáziumban történt, nem ilyenre gondoltunk. Ezért ez volt az, ami a politikai közbeszéd középpontjába állította az iskolai agressziót. És az én asztalomra is egyre több olyan panasz érkezett, ami azt mutatta, hogy nagyon nagy a baj. Ezért kérdeztük meg az érintetteket, és azért ez sokkal árnyaltabb, és hát hogy mondjam, professzionálisabb képet mutat, mint amit a sajtóból látni. Pontosan mit mutat akkor ez az eredmény? Tehát milyen gyakori az agresszió, és az agressziónak mely típusai, fajtái jellemzőek vannak jelen az iskolákban? Az előfeltevésem az volt, hogy a fizikai agresszió szintje a magyar iskolákban nagyon magas, mert hogy erről szóltak a tudósítások. A vizsgálat, amit a 11-es korosztályban végeztünk, több mint 5000 diák megkérdezésével és az őket tanító 1000 tanár megkérdezésével, azt mutatta, hogy a fizikai agresszió szintje jóval alacsonyabb, mint amire gondoltunk. A tanároknak 1,9%-a mondta azt, hogy bántotta őket diák, ami kétségtelenül nem kis arány, de jóval kisebb, mint amit tippeltünk volna előtte. A diákok esetében ez a szám már magasabb, a diákok 10%-a mondja azt, hogy őket bántották tanárok. A verbális agresszió, a szóbeli agresszió szintje azonban engem meglepett. A diákok és a tanárok 70%-a érintett benne. Ennyien elkövetőgé és elszenvedői a káromkodásnak, a kiabálásnak, a kiközösítésnek, a durva beszédmódnak. Ez volt az, ami engem meglepett, és ami a sajtótükréből nem látszott. Említette az imént a médiát, amelynek tulajdonítható egészen más a kép az iskolai agresszióról, mint amit valójában feltételezhetünk, viszont mégiscsak a médiának köszönhető, hogy az ügy közpolitikai ügyé vált az elmúlt 2-3 év leforgása alatt, mintha picikét most árnyaltabb volna a helyzet, kevesebb az erről szóló híradás. Mi ennek az oka? Talán az, hogy elindult esetleg a szakmai munka, vagy pedig kikerült ez a iskolai agresszió az érdeklődés fókuszából? Hát kétségtelenül az újdonság varázsa elmúlt, vagy a sokkoló hatás az már kevésbé jelentkezik, bár ha megnézzük bármelyik sajtóorgánum archívumát, azt látjuk, hogy az elmúlt hetekben is több ilyen ügy volt. De kétségtelenül elkezdődött egy olyan munka, ami már azt célozza, hogy beszéljünk a terápiáról, ha úgy tetszik. Elindultak kriminológiai vizsgálatok, pszichológiai vizsgálatok, szociológiai vizsgálatoknak sora ezen a területen, és hál' Istennek elindult helyben nagyon sok párbeszéd arra, hogy mit tegyünk az iskolában, iskolai szinten, települési szinten, bekapcsolódnak a rendőrök, az ügyészek, a bírák, a gyermekjóléti szolgálatosok, az egyházak, a sportvezetők mondják azt, hogy nekik van javaslatuk arra, hogy hogy lehet becsatornázni az agressziót a sportvilágában, ami ugye szűkül az utóbbi időben. Mármint a sporthoz való hozzájutás. Tehát nagyon sok mindenkinek van mondandója, tapasztalata ezen a területen, csak a helyi szinteken alig voltak kerekasztalok, amin mellé le tudtak volna ülni ezek a szakemberek, hogy az iskolának segítsenek. Ez a folyamat elindult. Az önök tanulmányában a sajtóval kapcsolatban van egy egészen megdöbbentő grafikon, ami egy majdnem egy 45 fokos szögbe megy fölfele az elmúlt néhány évben a sajtóban megjelent iskolai agresszióval kapcsolatos cikkek, talán 650 az a szám, ahol véget ért, ha jól emlékszem a grafikon.
És a másik oldalról, tehát ez nyilván egy öngerjesztő folyamat is, és mindent többet hallanak, olvasnak, látnak. Sajnos ez visszatükröződik, mint ahogy visszatükröződik a számítógépes játékokkal kapcsolatos kutatások is az agresszióban, elszenvedők és elkövetők között. Viszont ami érdekes, hogy a tekintélytisztelettel van itt komoly probléma, és azt mondja az önök tanulmánya, hogy az mind a két irányból sajnos elég gyalázatos szintet üt meg. Tehát pedagógus és gyerek oldalról is. Tehát itt komoly problémák vannak, és ez nem biztos, hogy bírók, ügyészek, sportvezetők megoldásával. Azt gondolom, hogy talán a vizsgálatunk egyik legfontosabb megállapítás az, amire ön kérdez, és ez együtt kezeltük több adattal. Néztük a diákoknak és a tanároknak az agressziós szintjét. Van egy skála, egy teszt, amin keresztül lehetett mérni, hogy mennyire agresszívek az érintettek, és ezzel párhuzamosan rákérdeztek a tekintélytiszteletre. Nem a tanárok tekintélyéről volt itt szó, hanem általában a tekintélytiszteletre. Még magyarul azt jelenti, hogy kell egy vezér, aki eldönti, hogy mi legyen végre. Ha vitába szállunk egymással, akkor valaki kell, hogy legyen, aki eldönti, hogy egyik jobbra menjen, a másik balra menjen. Tehát általában a kicsit a diktatórikus tekintély az, amire rákérdeztünk, és ezzel párhuzamosan megkérdeztük, hogy milyen a jövőbe vetett bizalmuk, és mennyire bíznak az iskolában. Azt kellett látni az intézmények között, óriási a különbség, van egy lejtő, ha úgy tetszik, a gimnáziumban alacsony az agresszió szintje, diákoknál is, tanároknál is, alacsony a tekintélytisztelet. Tehát nem a tekintély dönti elő, kinek van igaza, hanem a kooperáció, ha úgy tetszik. És ezzel egy időben a jövőbe vetett bizalom a tanárok és a diákok esetén is nagy, és az iskolában is bíznak, szeretnek oda járni a diákok is, szeretnek ott tanítani a tanárok. A skála másik oldalán a szakiskolákban magas az agresszió szintje, de a tekintélytisztelet is magas, a diákok és a tanárok esetében is, tehát kell valaki, aki eldönti, hogy kinek van igaza. Ugyanakkor a jövőbe vetett hit az volt sötéten, másik és az iskolában nem szeretnek járni a diákok. Egy másik érdekes megállapítások ezzel kapcsolatban, ami szerintem legalábbis szerintem meglepő, lehet, hogy csak én vagyok ilyen naiv, hogy a régiós tekintetben gyakorlatilag semmi különbség az arányok között, az ország egyik vége, másik vége közepe ugyanolyan adatokat produkál. Ha ehhez kapcsolódóan pedig egyébként elég jelentősek Magyarországon a regionális különbségek. Ha megnézzük, itt valami rossz számbavételi módszer van, vagy pedig teljesen ugyanazok a problémák merülnek fel, amit a Veres kolléga is kérdez, abban azért van némi muníció, hiszen egészen mások a problémák Győrött, mint Miskolcon. Visszatérek a kutatás módszertanára. 11-es korosztályt kérdeztük meg. Ez azt jelenti, hogy itt középiskolákról van szó. Ezért kiesnek például a falvak, községek, kiesnek a pici települések, vagy azok a települések, ahol nincs középiskola. Megmondom őszintén, nem volt annyi pénzem, hogy a 6-os, 7-es, 8-os korosztályt is megmérjük. Az ön felvetése ebből a szempontból helytálló, ott valószínűleg a regionális különbségek kijönnek. Városi, urbánus környezetben, középiskolai környezetben ilyen jelentős különbségek nem találhatók. Szerintem a vizsgálat ebben szakszerű volt. Ha már annyit beszélünk, csak egy gondolat, ha már annyit beszélünk adatokról, számokról, hogy látja Európai Uniós összevetésben, hol állunk mi mondjuk ezen a téren is, hogy milyen a tendenciánk? Ugyanolyanok vagyunk, mint az európaiak. Nincs különbség Magyarország és az európai államok között. A különbségek kulturálisak, mert hogy van olyan hely, a balti államoknál az ő kultúrájuk talán egy kicsit közelebb áll az agressziós kultúrájuk mondjuk az oroszhoz, ahol az orosz fiatalokat, ha megkérdezik, hogy ütötte-e meg valakit, azt mondja, hogy természetesen, vertek-e meg téged, azt mondja, engem soha. Tehát ezeket a kulturális különbségeket lehántva azt kell látni, hogy ugyanazzal kínlódnak brit, német, francia barátaink, spanyol, olasz barátaink, mint mi magyarok. Ezért van okunk arra abban reménykedni, hogy az európai szintű beszélgetésben sokat biztos úr, segíteni. Tényleg nagyon röviden a megoldásról, ugye ez a probléma ez fennáll, milyen válaszokat lehet erre adni, például jónak tartja azt a megoldást, ugye, hogy most a BTK-ban például szigorították, vagy bevezették azt a szabályt, hogyha pedagógust bántalmaz valaki, akkor súlyosabban büntetik. Tehát ez egyfajta útja lehet, vagy...
Nem hiszek abban, hogy létezik a megoldás. Tehát egy, amit leírunk, és akkor azt bárhol találkozunk iskolai erőszakkal, azt rá tudjuk húzni. Az esetek oly mértékben különböznek, hogy minden esetet külön kell vizsgálni. Helyben célszerű pici vizsgálatokat végezni, papíron, cetlin, és a másik irány pedig az, hogy a nemzeti, illetve Európa Uniós szinten keressük a megoldást. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm.